Üdvözöllek! Korábban megnéztük már több olyan programot, amelyek a számítógép használatát segítik, illetve felgyorsítják. Az egyik az főképp a billentyűkkel használatos, a másik pedig az egér használatát könnyíti meg, illetve lehetővé tesz bizonyos műveletek elvégzését. Netán ezeket nem láttad volna, akkor itt keres rá videó tanfolyamon. Az egyik az AutoHot Key, erről lenne szó. A másik, ez az egérrel való számítógép használatot segíti, Strokes Plus névre hallgat. Ha rákeresed, akkor itt van kézmozdulat vezérlés számítógépen, egérrel első rész és második rész. Most egy harmadikat néznénk meg. Ennek a neve az egy Executor. Ha rákeresel, mondjuk a Google-ben, akkor itt erről lesz szó. És akkor Download. Ebből van telepítést igénylő, meg telepítés nélküli változat is. Hát én most nem telepítgetnék, úgyhogy ezt fogom választani. Tömörített fájban letölthető, ki kell tömöríteni. Én most a programok rendszer mappába kitömöríteném. És készen is van. Valamiért nem frissül, nyomok egy frissítést. Oké. Okay. El kellene indítani az Excel-vel. Többféle megjelenés közül lehet választani. Ezt persze később át lehet állítani. Megnézhetjük mondjuk ezt. Oké. Okay. Használat típusára rákérdez. Úgy gondolom, hogy ez egy alapvetően beállítva jó tud lenni. Oké. Okay. És itt kaphatsz egy hiba üzenetet. Ez akkor van, hogyha egy gyors billentyű, egy billentyű kombináció hozzá van társítva ahhoz, amit a program is igénybe szeretne venni. Ezen majd mindjárt segítünk, hogy akkor ez oké. Okay. Mert valójában ezt kétféle módon lehet használni, úgyhogy begépelünk ide valamit. Például azt, hogy Chrome, tehát hogy Google Chrome, és láthatom, most erre kattintok duplán, akkor a Google Chrome elindul. Itt alul megjelent a tálcán, hogyha kattintok rá, akkor megint előjön ez az ablak. Itt, hogyha megint begépelnék valamit, akkor azt el tudnám indítani. Látható, ide kattintva, itt megjelenik egy csomó minden, például dupla klikk erre, és például megjelentek a felügyeleti eszközök. De most akkor nézzük, hogy ezt hogyan lehet használni konkrétan. Kattintsunk ide jobb egére az ikonjára, és akkor Settings. És ennek tulajdonképpen kétféle használati módja van, mint ahogy mondtam. Az egyik, hogy az előbbi ablakba gépelgetünk, vagy pedig beállítunk neki egy gyors billentyűt. Én inkább ezt utóbbit kedvelem. De nézzük, hogy akkor ezt a gépelést, ezt hogyan lehet megoldani. Látható, ennek van egy gyors billentyűje, hogyha most előjött ez az ablak, akkor itt a Settings is az általános részben. Egyrészt be lehet állítani, hogy a Windows-zal induljon, aki szeretné. Hát, hogyha folyamatosan használni szeretnéd, akkor nyilván célszerű ezt beállítani. És hogy ez az ablak, ez milyen gyors billentyűvel jelenjen meg. Ugye itt az ikonra való klikkelésre is megjelenhet, de amikor ezt az ablakot látod, akkor eltűnik az ikonja. Állítsunk be ennek egy gyors billentyűt. Például legyen az Alt, meg az A. Te szabadon beállítasz persze bármit. És ezt bezárom, ide kattintok, akkor eltűnik, az ikon az megjelenik, Alt, ha egyszerre nyomva már is megjelent. És akkor itt vagy a listából ki lehet választani, vagy pedig hát elkezdünk gépelni. És akkor itt kiválasztjuk, Enter, vagy dupla klik. És ezeket bezárom, tehát Alt, ha. Ez az egyik módja ennek. Na de ugye itt egy ilyen előre meghatározott lista most jelenleg, ezen segítsünk. Hogyha az Esc-et megnyomjuk, akkor ez eltűnik, és akkor megjelenik az ikon. Jobb egér, Settings. A keywordsre kattintva látható megjelenik egy ilyen lista. Tulajdonképpen ezek közül tudunk mi válogatni, illetve hogyha itt a Words részben valamit elkezdünk gépelni, akkor valami dolog fog történni. Látható, milyen lehetőségek vannak, akár még a számítógépünket is le tudjuk állítani. Láthatod, hogy a shutdown, ezt kell begépelni. Persze ezeket lehet törölni, hogyha valamelyik nem szükséges, csak ki kell választani és delete látható. Ezeket itt szépen kitörölgethetjük. Azért nem javasolnám kitörölni rögtön, mert ha ezeket átnézed, akkor láthatod, hogy mit, hogyan kell létrehozni. Itt a command részben van, hogy az adott parancs mit csinál. Persze újat lehet hozzáadni. Jobb egérrel kattintunk a listába, és akkor az addra kell kattintani. Ez ott itt van New. Ennek adhatunk egy keywordöt. Például szeretnénk használni a Google Translate-et, akkor TR. És a commandba csak egy weboldalt kell megadni. http://translate.google.com. Oké, ezt bezárjuk, és még ez is itt van. Most akkor ezt bezárom egy Esc-el.
Alt A, TR, dupla klik, és látható elindul a translate.google.com weboldal megjelenik. Tehát ilyen módon ez a szöveges üzemmód használható, de jobb enger és akkor settings, keywords, és itt van a TR. Ennek megadhatunk egy gyors billentyűt, tehát egy billentyű kombinációt. Tehát kérdésbe bele kell kattintani, és akkor, hát mit tudom én, mondjuk legyen az, hogy Alt Q. De az Apply-ra lehetne kattintani, de itt van az Auto Apply látható, automatikusan elment ilyen módosításokat, úgyhogy be is lehet zárni. És ilyenkor ennek az ablaknak nem kell látszódnia, hanem csak lenyomjuk az Alt Q-t, és látható megjelenik a translate.google.com. Tehát alapjaiban ez így használható tulajdonképpen, nem egy túl bonyolult, én úgy gondolom. Jobbegér, settings, keywords, és tegyük fel, hogy szeretnénk egy programot indítani. Mondtam, itt a listában a számológép például, az itt van-e. Most éppen nem látom, hogy akkor legyen az. Tehát akkor kattintunk ide, és akkor add. Szam, azok kedvéért, akik begépeléssel szeretnék elindítani. Amúgy ide kattintva, ennek egy ikon megadható, mondjuk legyen ez, oké. Okay. És akkor vagy a Find gombra kéne kattintani, és meg kéne keresni az adott programot, be lehet talózni, látható itt van például, és akkor megnyitás, de most nekünk nem ez kellene a számológép. Ide húzhatjuk erre a részre, és akkor ő ezt elvégzi, ezt a talózást. Most akkor Start menü. Próbáljuk meg úgy, hogy a számológépet innen áthúzzuk ide. Hopp, és látható. Sikerült is. Itt a commandban szépen ő kitöltötte. Tehát mi akár be is gépelhetjük ide a program elérését, csak hát jól egyszerűbb ide áthúzni, vagy pedig a Find-dal tallózni. Tesztre kattintva amúgy ki is lehet próbálni, és látható működik is. Beletettünk neki egy gyors billentyűt a gépelgetés mellett. Legyen ez a gyors billentyű, mondjuk az Alt-C. Bezárhatjuk, mellé kattintunk, eltűnik. Alt C, és látható, hogy már is elindult itt nekünk szépen. Arra kell odafigyelni, hogy néha összeakadhat bizonyos programokkal, vagy programok által beállított gyors billentyűkkel. Bár ebben az esetben, ha minden igaz, nem is engedi beállítani a gyors billentyűt. Hát tulajdonképpen ez ilyen módon használható. Settings, vagy hát itt rögtön a keywords amúgy elérhető, látható. Itt ezeket tudjuk törölni, ahogy mondtam, egy szimpla delete gombbal törölhető. Hozzá is lehet adni, vagy akár ezeket lehet módosítani, ha valamit kiválasztunk, akkor látható itt van keyword, ezt lehet módosítani, át lehet írni programot, lehet módosítani a gyors billentyűt, vagy pedig lehet törölni a clear-re kattintva, beállítom újra. Hát ez ilyen módon működik, hát itt a beállításokban vannak különféle beállítások, de úgy alapvetően ez így jól működik. Itt a skin, be lehet állítani ennek a megjelenését. Látható, hogy igazából milyenek vannak. Meg hát ezt lehet módosítani szövegszín és egyébek, de hát nem tudom, annyira ezt nem látom olyan nagyon létszükségletnek, hangot is lehetne engedélyezni, akinek erre szüksége van. Amit igazán fontos, hogy a Windows-zal együtt induljon, illetve hogyha valaki gépelgetésre szeretné használni, akkor be tudja állítani a gyors billentyűt. Például lehet ez mondjuk Alt és Space. Csak az Alt-ot az be kéne jelölni, tehát Alt Space. Bezárom. Mellé kattintok Alt Space, és látható megjelent. Itt az előző szöveg az itt van, de most beírom azt, hogy szam, és ott van a számológép. Dupla klik, elindul a számológép. Avagy, most nem tudom mi volt, talán Alt C. Igen, látható, ezzel is tökéletesen működik. Tehát tulajdonképpen ezzel el tudjuk azt érni, hogy programokat tudunk indítani innen, látható rögtön elindul. Vagy esetemben az Alt Space-szel megjelenik, és akkor megjegyzi, vagy begépelünk egy újat, vagy pedig a beállított gyors billentyű Alt C. De mint látható volt, akár weboldalakat is elő tudunk hozni, sőt, most megnézzük Keywords-ben, visszaállítom a rendezést, látható a Windows Firewall, tehát a Windows tűzfalat tudjuk elérni, illetve a beállításait, megnyithatjuk az Internet Explorer-t. Ezekhez amúgy ugyanúgy lehet hozzárendelni egy gyors billentyűt, vagy az Outlook-ot, akinek telepítve van. Meg itt van egy csomó minden, ezeket célszerű megnézni, mert ezek ugye eléggé hasznosak tudnak lenni. Vagy például a Control Panel, tehát a vezérlőpult, azt kell begépelni, hogy Control, vagy be lehet eltenni ennek egy gyors billentyűt, például Alt B, Test,
látható vezérlőpult megjelenik, és bezárok mindent, ezt is mellé kattintva, Alt B, és már is megjelenik a vezérlőpult. Nem kell nekünk sehol sem matatni, se gépelgetni, se semmit. Természetesen jobb megér, és akkor keywords. A vezérlő panel esetén ezt át lehet írni arra, hogy vez, vagy vezér, vagy ami szimpatikus. Begépelem vezér, dupla klik, és már is elindul. Hát ez így működik tulajdonképpen.